A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban foglalkozunk a 30 éves fehérvári Kadaveres együttessel, de előtte ellátogatunk egy stílus tanácsadóhoz, aki elmondja a hölgyeknek, hogy mi minden áll jól nekik, és hogyan legyenek stílusosak. Tartsanak velünk! Sziasztok! Szia! Mi az, ami jól áll nekem? Melyik színek segítenek karcsúbbnak, vékonyabbnak tűnni? Egyáltalán melyik testalkati típusba tartozom? Sok nő keresi ezekre a kérdésekre a választ, hiszen a mai világban igenis számít az első benyomás. Ezt mondja Páncél Anikó stílus tanácsadó is, aki mindezekre a kérdésekre segít választ adni a hozzáérkező hölgyeknek. Ma még ez, azt mondhatom, hogy gyerekcipőben jár Magyarországon a stílus tanácsadás, hiszen miért van szükség erre, ugye? Kérdezhetnénk. A mai felgyorsult tempójú világban nagyon kevés idő jut arra, hogy megismerjük egymást, hogy lássuk, hogy mozog valaki, hogy beszél, hogyan viselkedik. És az első benyomás borzasztóan fontos éppen ezért, és nagyon, tehát az első benyomás az azért fontos, mert nincs belőle több, és bizonyos tulajdonságokat már az első pillanatra leveszünk a másikról, és akkor eldöntjük, hogy szimpatikus, nem szimpatikus, van-e tovább, vagy nincs tovább. Szóval nagyon fontos a mai világban az, hogy hogyan jelenünk meg, milyen a megjelenésünk. Nagyon sok nő bizonytalan, nem tudja, hogy milyen színek állnak neki jól, egyáltalán elmegy egy boltba, és nem tudja, hogy mit vásároljon, mihez nyúljon. Na hát ebbe segítek, hogy megtalálja egy nő önmagát, megtanulja magából kihozni a maximumot, és ezen a változásnak, ennek a változásnak a folyamatán kísérem végig, különböző állomásokon keresztül. Ami áll ugye egy színtanácsadásból, amikor közel 150 kendő segítségével, amit ide a nyaka köré teszünk fel, az archoz közel, megnézzük, hogy melyek azok a legjobb színek, amik az ő arcán mínusz 5 évet jelentenek. Tehát nem mindegy, hogy plusz 5 év vagy mínusz 5 év, mert ugye hát a kettő között 10 év korkülönbség van, szóval ma már nem engedhetjük ezt meg magunknak. A második állomás egy testalkatelemzés, amikor nem a méretet és nem a centi a lényeg, hanem a bizonyos testalkat, arányokat megnézzük, és aztán ez alapján kiválasztjuk, hogy melyik fazon, milyen anyag, milyen szabásvonal hozza ki az ő testalkatából a lehető legtöbbet. Itt azt szoktam mondani, hogy a kendőknél mínusz 5 év vagy plusz 5 év, itt mínusz 5 kiló vagy plusz 5 kilót lehet csalni, persze ez optikai csalás, tehát nem vagyok Schobert Norbi, de azt garantálom, hogy a két óra alatt le tudunk valakiből fogyasztani 5 kilót, pusztán ruhákkal és szabásvonalakkal. Stílusosnak lenni a mindennapokban pedig testalkattól függetlenül megtanulható. Csupán a saját testi adottságainkkal kell tisztába lennünk, véli a szakértő. A homokóra alak az az ideális, ugye azt már tudósok megállapították, hogy szakemberek, hogy a szemnek az a legjobb, az a legtetszetősebb a homokóra. Ezért minden egyéb más alkatot, ami csak most a hétköznapi nevén mondom, mert azt általában többen ismerik, körtealkat, vagy almaalkat, vagy fiúsalkat, atlétikus, szóval ezeket az alkatokat megpróbáljuk a homokórához hasonlítatni, és az ő arányaikat kipótolni, vagy elvenni, ott, ahol több van, ott elvesszük, ahol kevés, ott kipótoljuk, tehát, hogy homokórát csinálunk belőle. A homokóra testalkatnak nagyon a jellemzője az, hogy a válla és a csípővonala egy vonalban van, és ehhez képest nagyon jó vékony a dereka, tehát ugye a homokórát ugye el tudjuk képzelni, hogy az hogy néz ki.
A legfontosabb az, hogy nem szabad a derekat eltüntetni. Ugye ma nagyon sokszor látjuk, hogy a pulóvert kívülre, kitűrve hordják a nők, csak úgy egyszerűen leengedve, vagy az inget esetleg, mert azt gondolja, hogy ezzel eltakarja esetleg a csípőjét, hogy kisebbnek fog tűnni. Hát na, ez egy tévhit, mert minél több anyagot teszünk valamelyik testrészünkre, az annál tömegesebbnek fog tűnni. Tehát ha valaki egy kicsit több kiló, és van rajta súlyfelesleg, az nem azt jelenti, hogy egy nagy sátorleplekbe bele kell csavarni a testünket, mert az még nagyobbnak fog tűnni. Bizonyos dolgokat ki lehet emelni, és bizonyos dolgokat meg is kell mutatni ahhoz, hogy ezeket a jó arányokat elérjük. Úgyhogy a homokóra testalkat gyakorlatilag mindent fölvehet. A lényeg az, hogy nehogy levágja a szép vállát, a csípőjét is nyugodtan emelje ki, hiszen ez egy női szimbolikus is, és a vékony derekát is megmutassa. Úgyhogy ő neki a legkönnyebb a dolga, az összes többinek egy picikét nehezebb a feladata, de egyáltalán nem elérhetetlen a hőn áhított homokóra alkat. Sőt, stílusossá válni ma szabályokon keresztül megtanulható. Tehát ez a folyamat, amit mondtam, ha már tudjuk a megfelelő színeinket, a megfelelő szabásvonalakat, anyagokat, mintákat, hogy mi az, amiben jól fogjuk érezni magunkat, harmonikusan érezzük magunkat, akkor már megtalálhatjuk és megkeressük közösen a stílus profilunkat, és aztán ezen belül már könnyű lesz tájékozódni a jövőben és a hétköznapokban. Nagyon fontos még az, amit a mottomnak tűztem ki, hogy minél többet tudsz, annál kevesebbre van szükséged. Tehát minél több információt tudunk magunkról, az öltözködésről, vagy ezekről a szabályokról, annál kevesebb pénz, idő és energia kell ahhoz, hogy stílusosan tudjunk megjelenni. Mindez pedig hatalmas önbizalmat, jobb kisugárzást adhat mindenkinek. A stílusos megjelenés egyébként nagyon nagy erőt ad a nőknek, hiszen hogyha belenézünk a tükörbe és tetszünk magunknak, tehát nem is a külvilágnak először is, hanem magunknak tetszünk, akkor az egy jó érzéssel, az ember pozitív. Pozitív lesz a kisugárzás, esetleg kap visszajelzést, az még jobban megerősíti. És szóval itt már bebizonyosodott az évek során, hogy kívülről befelé is lehet önbizalmat szerezni. Tehát az ember vagy egy nő, de egyébként férfi vendégeim is vannak, ha egy ember jól érzi magát a bőrében, a ruhájában, tudja, hogy ő most jó alkalommal, jól jelent meg, akkor ez egy önbizalmat ad neki, és ez mindenképp jó. A tökéletes megjelenéshez a legtöbb hölgynek elengedhetetlen a smink. Ebben pedig már Csonka Jenny sminkes segít a stúdióba látogatóknak. Több különböző féle terméktanácsadást, sminktanácsadást szoktam tartani. Most vannak különböző önsminkelő workshopjaim, ami van csoportos, meg egyéni formában is. Itt megtanulhatják, hogy milyen termékeket használjanak, milyen eszközökkel vigyék fel. Ez egy másfél-két órás kis program, és kiemeljük tényleg az arcnak minden olyan részét, amit még szebbé varázsolhatunk egy arcon, vagy éppen ami kicsit előnytelenebb, azt meg letompítjuk. Szóval nagyon sokféle technikánk van. Az alapozó kiválasztás általában az a legnehezebb dolog, mert ezzel bajlódnak a legtöbbet, hogy nem találják a bőrüknek megfelelő alapozót. Rúzsban nagyon sokszor Anikó is szokott nekünk segíteni, hogy éppen milyen szín az, amit ráteszünk egy vendégünkre, és tényleg olyan üde tekintete lesz, hogyha eltalálunk egy jó szint egy archoz. A vendégek a szakember segítségével készíthetik el a tökéletes sminket, amit aztán majd a mindennapokban is tudnak hasznosítani. Úgy szoktuk csinálni a workshopokat, hogy minden gyakorlatban csinálunk itt tükrök előtt, és az egyik oldalát minden vendégnek én készítem el, a másik oldalát pedig ő, és akkor adom hozzá az eszközt, az ecseteket, mindent, és így láthatja így a tükörből, a szemből, hogy én hogy csinálom, és utána ő is megpróbálja. És többnyire amúgy mindig rájönnek, hogy ez nem akkora bonyodalom, mint amennyire így elmondva hangzik. Mindehhez csupán a megfelelő smink felszerelésre van szükség. Nagyon fontos az, hogy meglegyenek a megfelelő eszközök, tényleg. Nem minden ecset olyan jó, például vannak ilyen nagyon műanyag hatású ecsetek, amivel nem tudunk anyagot felvinni, és többnyire itt van
a legnagyobb probléma, hogy mindenki megvesz mindenféle ecsetet, és azzal nem tudsz úgy termékeket felvinni a bőrödre, mint egy normál minőségű ecsettel. Nagy népszerűségnek örvend a szemöldök tetoválás is napjainkban, ami, ahogyan Csonka Jenny mondja, nagyban megkönnyítheti a nők sminkelési szokásait. Én ezt a természetes vonalat képviselem. A sminktetoválók között is megvan különböző féle stílus. Én ezt a természetes lágy hatást szeretem, ami tényleg olyan, mintha egy sminkelt szemöldök lenne, és hát azért megkönnyíti a hétköznapokat abból a szempontból, hogy nem kell reggel felrajzolnunk, nem jön le, hogyha fürdeni megyünk nyáron, szóval mindenképpen javaslom mindenkinek. Jenny kolléganője, Anikó, elárulta azt is, ha öltözködésről van szó, sok férfi is felkeresi őket egy-egy hasznos tanácsért. Ha például van egy munkahelyváltás, vagy egy életformaváltás, és a megszokott kinyúlt farmerja nem elég már ahhoz a megjelenéshez, amit elvárnak tőle, akár egy munkahelyen, vagy bármilyen alkalomhoz illően meg kell jelennie, vagy többféle helyen meg kell jelennie, akkor segítek kialakítani egy olyan ruhatárat, hogy ő neki ne kelljen gondolkoznia ahhoz, hogy mit, mivel, vagy egyáltalán mit vegyen, hanem ő neki is megnézzük a színeiket, ugyanúgy, mint a nőknek, csak nyilván nem kell hozzá 150 kendő, megnézzük azt a pár színt, ami neki teljesen jól áll az arcához, utána megnézzük, hogy milyen alkata van. Ugye a férfiaknál nem homokórára törekszünk, hanem az úgynevezett ugye deltás V alakhoz, hogy így mondjam ilyen hétköznapi nyelven, amikor ugye a vállat mindig szélesítjük, a csípőt keskenyebbé tesszük, nyújtjuk az alakjukat, mert ők szeretik, ha magasak lesznek, és akkor felépítjük a ruhatárukat ehhez illően. Országos turnén vesz részt az idei évben a Fehérvári Kadaveres együttes. Az idén 30 éves csapat frontemberével beszélgettünk stúdiónkban. Idén ünnepli 30. jubileumát egy székesfehérvári kötődési zenekar, a Kadaveres. Az ő vezetőjükkel, Körmöci Péterrel beszélgetünk itt a stúdióban. Köszöntelek! Akkor először beszélgessünk egy kicsit a múltról, hogy mégis hogyan indult a zenekar. Ha így visszarepülünk az időbe, akkor tulajdonképpen 1993 nyár végéhez érkezünk. Ekkor alakult meg a Kadaveres de Tortugas zenekar. 12 évig tulajdonképpen ennek a név alatt dolgoztunk, munkálkodtunk, lemezeket adtunk ki. Ennek a zenekarnak a 12 év alatt tulajdonképpen 5 nagy lemeze jelent meg, rengeteget koncerteztek, ilyesmi. Na most ezután történt a zenekaron belüli kettéválás, és akkor én vittem tovább Kadaveres neven tulajdonképpen ezt a stílust, tehát végül is a név lett lerövidítve, és nagyjából ezt a hangzást, ezt a fajta stílust azt én próbáltam továbbvinni. A Kadaveresszel azóta megjelent már 6 nagy lemezünk, és hát idén ez a jubileum, amit említettél, ez tulajdonképpen a két zenekar, illetve az én 30 éves munkásságomat öleli át. Idén szerettem volna mindenképpen egy ilyen jubileumi koncertkörutat, illetve egy csomó minden a visszaemlékezésről szól, egy kicsit így a nosztalgiáról. Ennek kapcsán Kadaveres Essencia néven koncertezünk most, ami direkt arról szólna, hogy a régi és az új zenekarnak egy csomó tagját felvonultat ez a projekt, és akkor így országosan koncertezünk így a nagyobb városokban, most így tavasszal egészen nyár kezdetéig, illetve nyáron még egy-két fesztiválon is meg fogja mutatni magát ez a felállás. Ez tényleg csak egy ilyen egyszerű alkalom, erre az évre szóló gondolat volt, és akkor így az eszenciaként tulajdonképpen kedvenc Kadaveres és Kadaveres de Tortugas nótáinkat egy csomó zenésszel megszólaltatunk újra. És ugye ti azért a gender stílus képviseltek. Mennyire volt befogadó annak idején a közönség erre a stílusú zenére? Azért régen, amikor ott az elén elkezdtük, nyilván ez egy ilyen, fogalmazzunk úgy, hogy ilyen modern metal, ilyen hardcore elemekkel
kiegészülve, kiabálós ének, de azért szépen lassan fejlődés szintjén voltunk mi is, hogy eljutottunk a dallamos refrénekig egészen odáig, hogy elektronikus és akusztikus nótáink is szóltak a rádiókba, illetve szólnak a rádiókba. Na most azért az elején ott azt tudni kell, hogy egy ilyen nagyon jó hullámba sikerült becsatlakoznunk a 90-es évek eleje közepe, az egy ilyen nagyon nagy zenei forradalmat hozott, rengeteg zenekar alakult Magyarországon ebben a modern metal stílusban, és mi ennek kapcsán azért ilyen nagyon gyorsan így fel tudtunk egész komoly magaslatokba jutni. Nyilván ez a forradalom aztán változott, itt is azért megfigyelhető az, hogy zenei stílusok jönnek-mennek. Mi azért valamennyire úgy gondolom, hogy kitartottunk a saját stílusunk mellett. Továbbra is ezt a modern, igazából kicsit keményebb metalzenét játsszuk, ilyen-olyan külső elemekkel, sok dallammal, fogós refrénekkel. Hát ebből igazából a nézők, a koncertlátogatók kapnak egy adagot, egész korai nótákból is, amik már ilyen punk nóták voltak, 95-ös nótát is játszunk például most ezen a pár koncerten, de ez egész friss nótákig bezárólag. És egyébként volt ebbe bármi nehézség? Ugye mondtad, hogy folytatnotok kellett ezt a munkát, hogy ez mennyire volt nehéz? Hát az volt nehézség. Nyilván egy idő után erről beszéltünk az interjút megelőzően, hogy valamennyire az én szerepem, az én funkcióm már egy picit arról szól, hogy végülis ezt a zenei örökséget gondozom, próbálom egy picit életben tartani, mozgatni, a kiadványainkkal foglalkozom. Most ugye a 20 éves jubileumok kapcsán megjelentek újra nagy lemezeink, bakeliten, CD-n, kazettán, mint régen, ugye ezek a Cadaver Tortugas lemezek voltak, egy kicsit frissített hangzással újra keverve. Erre ugye volt igény azért, tehát azt látni kell, hogy ez a fajta korosztály, akik akkor most 20 évesként ott voltak a koncertjeinken, most már nagy része 40 éves, jó munkahelyen, családba élő, apaként működő, középkorú férfivá érett, vagy hölgyé. Most ezek az emberek azért így vágynak arra, hogy a múltjukat azért valamennyire birtokolják, azon keresztül a jó élményeket újra betegyék akár egy CD lejátszóba, vagy egyszerűen csak föltegyék a polcra azt a bakelitlemezt, amihez tudják azt, hogy 20 a fiatalságuk kötődik, vagy köthető, és igazából mi is egy pici szelete vagyunk ennek a magyarországi metál történelemnek, hogyha fogalmazhatok így, hogy most azért van igény erre a mi közönségünknek, a mi korosztályunknak, azért igenis ez egy jó eső, ilyen nosztalgia érzést adhat, hogy most eljönnek a koncertekre, találkoznak velem, olyan emberekkel futok össze az országba, akikkel lehet, hogy 10-15-20 éve nem találkoztam. És egyébként, amellett a nosztalgia hangulat mellett, amikor egyik színpadra állásnál, mi az, amit a közönségnek próbáltok átadni? Tehát mitől lehet jó egy koncert? Hát a mi zenénkre nyilván jellemző az, hogy energiákat próbál közvetíteni, még ha azért nagy része velem együtt ugye azért valamennyire megöregettünk, de itt azért még mindig arról szól ez egy picit, hogy valahogy a színpadot egy kicsit lángra gyújtsuk, most így képletesen mondom, és ezeket az energiákat átadjuk, illetve oda-vissza a közönség részéről is mi is várjuk ugyanúgy ezeket az energiákat, amitől az egész egy ilyen, úgy mondom, hogy egy ilyen robbanó eleggyé válva egy jó élményt tud adni az odalátogatóknak. Ez nyilván egy speciális műfaj, speciális hangulatokkal. Mi ebbe éljük igazából az életünket, ez a 30 év is körülbelül erről szólt. Nem is nagyon hiszem, hogy ez változni fog, vagy én se akarnám, hogy ez változzon. Van esetleg így zenészként kedvenc album, esetleg egy olyan dal, ami igazán közel áll a zenekarhoz? Ilyen nagy korszakaink voltak, tehát ugye egy-egy énekes váltással azért mindig lezáródott egy szakasza a Cadaveresnek, vagy éppen a Tortugásnak, és akkor egy új énekes, egy új korszak kezdődött. Hát 3-4 ilyen nagyobb korszakunk van. Talán egy albumot emelnék ki, most már csak azért is, mert ez a 2006-os első Cadaveres lemez, a Soul of a New Breed, amiért aranylemezt vehettünk át nemrégen igazából.
Ez talán a legnépszerűbb kiadványunk, ez egy jókor, jó helyen, jó időzítéssel érkezett, egy friss zenekarnak egy friss anyaga volt, és ezen olyan nótákat sikerült CD-lemezbe, illetve bakelitbe préselni, amik a mai napig a koncertjeink egyik csúcspontját jelentik. Mondhatom, hogy ez a kedvenc albumom, de mindegyik lemezemet szeretem, mindegyik lemezhez köthető rengeteg élmény, egy csomó nóta ugye az én munkásságom, mint dalszerzőként, és hát ezek, azért így, ezekre jó visszagondolni, jó meghallgatni őket. Főleg érdekes az, amikor egy-egy év eltelik, és nem hallgatok ugye olyan nótákat, amiket mondjuk nem játszunk élőbe, vagy ilyesmi, és akkor ugye azért így meg tud lepni mindig egy-egy szám, amit teljesen elfelejtek. Egy-egy dalszöveg megírásának amúgy mi adja az ötletét, az alapötlet honnan pattan ki? Hát az elején azért én is elég sok dalszöveget írtam. Hát ezek a teljesen sablonos dolgok, ugye a fiatalokat, amik mozgatják, ez ilyen főképp ugye társadalomkritikák, ilyesmik, de azért azt is el kell mondani, hogy a mi zenei munkásságunkra, akár ha a zenei részét nézem, vagy akár most így a szövegek terén is, azért nagy hatással voltak az általunk hallgatott, vagy szeretett kedvenceinknek a munkássága, tehát ez tagadhatatlan. Ez a műfaj igazából egy picit erről is szól. Talán legtöbben azt mondhatják erre, akik felszínesen ismerik ezt az egészet, hogy ez egy ilyen önismétlő valami, egymást másolva, egymásba építve történnek ezek a dolgok ebbe a heavy metalba, vagy ebbe a modern metalba. De nyilván mindenki egy picit újító szeretne lenni, mindenki egy picit próbál valamit változtatni, valamit különlegessé tenni azért, hogy az ő nevére emlékezzenek. Hát ezzel mi is így voltunk például az elején, hogy két-három ének volt, váltott énekek voltak, ilyen-olyan stílusbeli jellemzőket vegyítettünk a zenénkbe. Tehát mi is próbáltunk valamivel kitűnni, vagy legalábbis Magyarországon egyedivé válni. Persze a mi alter egóinkat felfedezhetjük a világon mindenhol, annyira nem széles ez a skála. De mondom, arra nagyon büszke vagyok, hogy nagyon-nagyon széles volt. Tehát nekünk voltak akusztikus koncertjeink, elektronikus remixeket éppen, vagy akár mi csináltunk ilyen kislemezként, ilyen projektezve, rapperekkel is egy közös kislemezt például. Tehát annyi mindennel próbálkoztunk, mert teljesen függetlenként ugye korlátok nélkül tudtunk dolgozni, és erre például nagyon büszke vagyok, így ha 30 évemet nézem, hogy soha nem kellett megfelelnünk senkinek, nem voltak kötelezettségeink, nem voltak aláírt szerződések, ami alapján nekünk mindenféleképpen teljesíteni kellett, hogy ez tulajdonképpen egy igazi jó hobbi volt az életemben, amire nagyon büszke is vagyok, és hát tényleg ez egy őrült nagy szám, ez a 30 év, évi átlag, nem tudom, 20-30 koncerttel, amit nem csak Magyarországon, hanem Európa sok helyen is megcsináltunk. És igen, mondtad, hogy 30 év, hát igen, ez elég hosszú idő, meg mondtad azt is, hogy változások történtek, persze ez elkerülhetetlen. Mesélj egy kicsit erről, hogy milyen változások voltak a zenekarban. Hát azért mindenkinek adódnak olyan élethelyzetek, amikor mondjuk 10 vagy akár valaki 18 év után úgy dönt, hogy vagy a munkahely, vagy a család, vagy éppen a gyerekei miatt nem tud aktív zenészként már működni akár egy ilyen szintű zenekarba is. Most nyilván az aktivitásunk nekünk is változott, tehát ahogy említettem, voltak olyan időszakaink, olyan évünk, amikor 50-55 koncertünk is volt egy évben, aztán ez nyilván nekem is a családi állapotom, vagy éppen a munka mellett, ezek azért így lelettek szorítva mondjuk 20-25 koncertekre. Tehát igyekeztünk mindig egy olyan szintet beállítani, ami mindenkinek elfogadható zenekaron belül. Nagyon fontos az, hogy demokráciát próbáltam mindig felállítani, mindenkinek legyen beleszólása ezekbe a dolgokba, kisebb-nagyobb sikerekkel, ugye az elején egy kicsit ugye az ember még makacsabb, önfejűbb, benne van ez a fiatalos hév, akkor kevésbé alkalmas arra, hogy meghallgasson kritikát, akár vagy elfogadjon bizonyos emberektől olyan
véleményeket, amik már szembe ütköznek a sajátjával. És akkor én, mint zenekarvezető, ugye semmi más nem tartottam a szemem előtt, csak hogy minden áron, mindenen keresztül a zenekar érdekeit képviseljem és vigyem előre. Most ez nyilván változott, én is egy csomó mindenben már nem úgy gondolkozom, mint annak idején, de hát ez nyilván a koromból fakadóan ez teljesen megmagyarázható. És akkor egy zenekar összetartozása, vagy összetartása az idő után már inkább arról szól, hogy rengeteg közös, demokratikus döntés hozva egybe tartsál négy vagy öt embert. Ez a világ legnehezebb dolga. Sokkal könnyebb megírni egy lemezt, elmenni koncertezni a világ másik felére, mint összetartani négy teljesen külön lakhelyen, külön munkahelyeken dolgozó embereket, akik mondjuk lehet, hogy csak péntek-szombaton találkoznak az aktuális koncertjük előtt pár órával. Mégis tudnak együtt muzsikálni, tudnak együtt nótákat írni, tudnak együtt nevetni, vagy éppen berúgni, de lehet, hogy megtörténik az, hogy a sok-sok év alatt, hogy egyszer csak elkezdenek távolodni ezek az emberek. Mert olyanok a külső tényezők, mert olyanok az anyagi helyzetek, mert olyanok a munkahelyi helyzetek, vagy éppen egy nem, mondjuk azt mondom, hogy kevésbé támogató partnere van otthon a zenésznek. És akkor ebből elindulhatnak ugye ellentétek, hát ezeket mind kezelni kell, próbálkozni azzal, hogy összetartsál. De hogyha már tényleg képtelenség ezt így csinálni, akkor viszont el kell engedni néha embereket sajnálatos módon. Tehát azért az nagyon ritka a világtörténelemben, hogy ugyanazon a felállással zenekarok tudnak működni 30 évig akár, mint nálunk. Szóval az szinte tényleg egy kezemen meg lehet számolni azokat a zenekarokat, akik ott maradtak fix tagsággal. És mégis ugye azért ti nagy részt fehérvári kötődésűek vagytok. Igen. Az itteni zenek a közönségről mi mondható el, mennyire szerettek nekik játszani? Hát nekünk azért nyilván a Székesfehérvár, főleg az első idők miatt így egyik legfontosabb helyszínünk volt mindig is. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ezt a közönséget. Velünk együtt nőtt fel a Kadaveres közönsége. Úgy mondom, hogy visszagondolva az első sarokkocsmás bulijainkra a Széchenyin, aztán a felsővárosi műfházas bulikra, aztán annak ugye a csúcspontja a 10 éves szülnapi bulink volt például 2003-ban, ahol rengeteg embert sikerült már megmozdítani. Aztán ugye a zenekar életét végigkíséri maga a Fezen Klub, a Fezen Fesztivál, ahol igazából 25, ugye tavaly volt a 25 éves Fezen Fesztivál, jubileumi. Egyedül a mi zenekarunk, illetve én zenészként mondhatom el magamról, hogy mind a 25 Fezenen ott voltam és színpadra állhattam. Idén is nyilván erre számítunk és vágyunk oda, úgyhogy ez lesz a 26. Fezen, amin, ha minden jól alakul, akkor színpadra fogok tudni állni. Tehát ezek azért nagyon különleges dolgok, és nagyon jó ezeket elmondani. Nyilván a legtöbb barátom, ismerősöm a munkahely miatt, én ide jártam gimnáziumba, stb., tehát tulajdonképpen innen merítek, és hogyha itt színpadra állok, akkor tudom azt, hogy a legtöbb ismerősöm az biztos, hogy itt lesz velem Székesfehérváron, úgyhogy ez számomra az egyik legfontosabb helyszín marad mindig is. Ha már említetted a Fezent, hogy terveztek az idei fesztiválon is itt lenni, az Essencia turnétok kapcsán merre mentek még az országban? Most direkt úgy lett kitalálva, hogy nagyobb városokat célzunk, aminek nagy a vonzás körzete, ennek az egyedisége miatt, meg a különlegessége miatt olyan helyekre megyünk, ahol elég komoly technikai háttér van, adott jó klub, úgyhogy Kecskeméten kezdődött ez a koncertsorozat, most pénteken Debrecenbe látogatunk el, jövő hónapban Szegeden, illetve Pécsen fogunk fellépni, május elején lesz egy miskolci koncertünk, és akkor május végén lesz egy nagy budapesti koncertünk az Akvárium Klubban, ami igazából így megkoronázza ezt az egész jubileumi turnét. Utána egy-két nyári fesztiválra lehet még számítani tőlünk, amin remélem találkozunk minél többekkel. És itt Székesfehérváron kiemelten majd a Fezenre jöttök, vagy egyébként majd még találkozunk? Hát a Fezent céloztuk, hogy tehát nem akartunk itt klubbulit csinálni, hanem inkább egy ilyen nagyobb durranást szeretnénk, ahol egy nagy színpadon, egy Fezen fesztiválon mutatkozna be az Essencia.
Hát akkor sokfelé találkozhatunk még veletek az idén, úgyhogy érdemes lesz továbbra is titeket hallgatni, aki eddig nem tette volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, nagyon köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.